Aztán jön a zenekar, mindjárt köszöni har. Bensőséges hangulatú ünnepségen köszöntötte 50. születésnapját a Ne Felejts Óvoda. A töpörtjük a nagyocskák és az óvónénik a Pitypang zenekar játékos műsorával tették mosolygossá, nevetőssé a jeles napot. Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője ajándékkal kedveskedett az intézménynek. Sok minden gondolat, sok minden érzés kevereg ilyenkor az emberben, hiszen 50 év hány gyerek ment ki az intézmény, hány csiszolatlan gyémán csiszoltak ki fényessé, és állta meg a helyét a társadalomba. Én úgy gondolom, az óvoda az első olyan hely, ahol a gyerekek a családból kikerülve bekerülnek egy közösségbe. Az óvodának óriási feladata van nevelésbe, az oktatásba, hiszen az iskolákra készítik elő őket, a gyerekeket. Szerintem jó szívvel gondol mindenki vissza a Ne Felejts Óvodára, és a legfontosabb az, hogy közösen tudunk örülni. Ujjásné Vég Zsuzsanna vezető óvónő megerősítette, kiemelten fontos számukra ez az évforduló, hiszen az elmúlt fél évszázadban olyan szakmai munka folyt az óvodában, amely napjainkban is jövőbe mutató példa. Ez az óvoda egy különleges óvoda, mivel 1974-ben, a millennium évben épült társadalmi összefogásban, és azóta is a kertvárosnak egyik legszebb udvarával és területével rendelkező óvoda. Ugye ez a különleges sajátosságunk, a nagyon szép udvar és a helikopter, ami már ugye névjegyé vált az óvodának, több mint 20 éve van egy kis helikopter az udvarunkon. A mai nap tehát az ünnepé, a közösség játékos feladatokkal teszi emlékezetessé az évfordulót, és ahogy a nevetős gyermek és felnőtt arcokon is láthatjuk, ez bizonyosan egy sikeres újabb fél évszázad kezdete.